Hát ti meg a seggel. Jönnek a gengszerek, amikkel mennek, azok a jeepek. Szevasztok gyerekek, mi újság van? Már csak egy nap van vissza a shitből. De szerencsére itt van velük Gangsta Zoli és a Kártel. Pontosan nem tudom, hogy mennyi. Várjatok, lekapcsolom csak azért. Ordít a gangsta, meg már amúgy is megőrültök tőle. Igen, pontosan nem tudom, mikor fognak minket kirakni, leültünk itt 42 napot. Aztán... Az egy kicsit erős volt, az egy kicsit erős volt. De gyerekek, tudjátok mit? De legalább lopjunk valamit. Elopom ezt a rádiót, meg ezt a izét. Úgyhogy nem tudom, hogy ki volt, elnézést, nem láttam. Remélem, ha kiraknak minket legalább, akkor meg... Miénk marad. Egyébként egy kicsit jól be vagyok fordulva itt a sitten, komolyan mondom. Hát itt kell leülni 42 napot. Jó, nem már kiraknának minket, pontosan nem tudom, hogyha nagyon sokáig tart, akkor majd bele fogok pörgetni. Fölkapcsolom a villanyt, legalább megyen nekik az áram. Ne rajtam nyerészkedjenek ezek a hóhérok itt. Ha még jó, hogy nem fejbe lőttek, nem azért, mert most mi történt? Elütöttem egy-két embert, meg elraboltam a startbírót a rallin, meg mi volt még? Meg az automatát lehet, hogy még rám verték, de ilyen is biztlicsári, triviális dolgok miatt kaptam 42 napot, röhely. Büntető napok 1. Nem tudom, meddig fog ez még tartani, de szerintem kezd lemenni a nap. Kéne majd aludnunk egyet. Elvileg. Nem is tudom, hogy pontosan, igen. Nem tudom, olyan időérzékvesztésem van, hogy ezt így el nem tudjátok kéve, itt ülök, várja. De kapcsoljunk már egy tévét, legalább nézzünk valamit, nem? Hú, gyerekek, hát ez nem egyszerű, ez nem egyszerű. Mi volt ez? Jaj, a rádiót is kidobtam oda az alsó polcra. Ezt elrakom, ne viccelj. Ezt lopom el, lopom el. Nézzük egy kis tévé, gyerekek, jó? Jobban megy az idő. Topless gun. Ez kettő csávó? Hű, ezek nagyon valami karatésok. Nem top gun, hanem topless gun. Mi a szar történik ebbe a tévébe? Ez mit? Ja, ez repülőbe van. Ezek meg miért üldögélnek itt? Ennek biztos valami művészi mélysége van, amit én nem érthetek, ugye? Erre rá fogok keresni, fogadni verdeik, hogy ez tényleg egy feed sorozat, bazza. Kinézem ezekből az őrültekből. Mi történik itt, bazza? Az meg ott szerintem ilyen kort, WC papír gurigák mögött, abból van megcsinálva. Srácok, ezek a finnek, ezek ilyen full betegek? Na jó, srácok, tudjátok mit? Bele fogok pörgetni az időbe, innentől, egész addig, ameddig ki nem szabadulunk, úgyhogy figyeljetek majd.
gyerekek! Kiraktak minket! De jó! Jó van, oké. Fasza. Elmegyek menteni egyet és jövök. Azt a betyár! Sikerült és ide dobott ki. Jó. Összeszedjük magunkat. Hát gyerekek, ez borzalom volt. Úristen! Ezt se tudjátok képzelni mennyire. Nézzük meg az inventorikban maradt. Te igen, elloptam a rádiót a hülyétől. Elloptam a rádiót a börtönből. Hogy kell kidobni? És hova dobta? A tökömet azt! Nem is volt nálam rádió. Azt írta az inventori vardára a rádió. Ezt kidobtam erre meg négy dukú. Ej, örültem neki. Na jó, van mindegy. Na, mentés. Gyerekek, hello, mi újság van? Igen, végre sikerült kiszabadulnunk a sitről, ami azért nem volt egy egyszerű mutatvány, ha belegondolok, de meg kell nézni, hogy hol vannak a cuccaink, mert problémák vannak, srácok. Traktor, autó otthon, busz ott megy, és nekünk a kocsink ott maradt a diszkónál. Hát az valahogy el kellene érnem a kocsinkat, ugye a furgon, és ott az milyen autó? Ott épp is van egy kocsi, te édes Isten! Mi van itt, gyerekek? Mi történik? Mi folyik itt Gyöngyösön? Egy kicsit vannak problémák azért. Meg főleg szomjasak is vagyunk. Viszont pénzünk legalább van, jaj, de jó, feladtuk a számítógépnek ugye. Ne, zárva van már, bolt, ez a kocsma. Mi a szar van? Miért van zárva minden? Hey! Reggel van, vagy mi van most, gyerekek? Basszus, zárva van minden! De viszont most már kellene figyelnünk, hogy ne nagyon csináljunk törvénysértést, mert különben problémák lesznek. Lehet, hogy elindulok gyalog, és akkor ha mázling van, akkor a nagybátyánk jön és fölvesz. Bocs gyerekek, de hát ez egy ilyen... Mindjárt megnézzük, hány óra van? Te tököm tudja, miért van ilyenkor zárva ez? Miért van minden zárva kedden, gyerekek? Kedd van! Ja, bolt 10-kor nyit. Hát igazából az a baj, hogy szomjasak vagyunk. Menet közben talán találunk valami piát. Nem tudom, a furgonomba hagytam cuccokat, ugye? Figyeljetek, el kéne menni. Ha jön a mivel? Itt tudunk stoppolni. Oké, rendben van. Tudunk stoppolni, és akkor esetleg fölvetetjük magunkat valakivel. Ugye elképzelhető, hogy jön valaki. Na, higiénia, fáradtság, stressz, éjség. A szomjasok vagyunk, annyi probléma, ott a busz jön. Várjál, jófele megyek én? Már megint nem jófele megyek? Áááááá, nem hiszem el! Most komolyan nem jófele megyek. Oké, húzzunk bele. Ugye busszal hiába mennénk, mert a busz az a főúton megy végig. Szóval azt cseszheted. Azzal hiába is megyek, azzal nem tudok mit kezdeni. Gyerekek, megint rosszfele megyek, mindjárt megvadulok. Várja, hát miért nem nézed meg a mappot? Most, ha már egyszer van minimapunk, akkor ott a busz. Várja. És fölfele. Arra kell mennie. Arra, gyerekek, arra kell menni, jó? Oké, bocsi, ennekkel van, az még szerencse. Szóval azzal nem nagyon szívunk. Ha jön a nagybátyánk, az lenne jó, most jön a boltos csávó. Megvárjuk már? Ó, megvárjuk, basszus. Megint egy professzionális gameplay, mi? Na, menjünk. Tekerd azt a 28-as férfi kerékpárt, azt nyisd ki a boltot. Akkor veszek egy sört, mert nehogy szomjan dögöljünk még itt, még az hiányozna. Itt állok a bolt lépcsőn, bazen, hogy már nyissák ki. Nyisd ki a boltot. És az egyébként hol megy be? Itt megy be hátul? Na. Ez kíváncsi vagyok. Kinyitja az ajtót, vagy átballag rajt? Kinyitja. Jaj, bemegyek én is! Na hát nem. Na gyerekek. Nyisd ki a boltot! Nyitva van a bolt? Na gyerekek, valami legyen. Hány óra? Még három, negyed óra. Mit csinál ilyenkor? Á, még jó, hogy megvártuk. Nézzétek meg. Vannak itt problémák. Régebbi verziókban képzeljétek, volt itt egy kanapé, amin lehetett volna aludni, de hát most már nem lehet. Egyébként azt írtátok, hogy a kocsi hátsó ülését az vigyem magammal mindenhova, és akkor akárhol tudok aludni, úgyhogy az tök jó. Rángatom a kilincset, minden hülye gyerek. Jó, még 10 perc, vigyel, mindjárt oké lesz. Gyerekek, nem egyszerű az élet ebben a játékban. Főleg, hogy lecsuktak minket,
Meg itt te, ujjjjj, ezt gondoltátok, most abba adja a keeper mérgébe a játékot, biztos vagyok benne, hogy arra számítottatok, de nem fogom feladni, mert azért nem. De figyelj, itt meg elvileg, mi meg feladtuk ugye a levelet. Tehát akkor lehet, hogy meg is jött a számítógépen már, az itt tök jó lenne. Nyisd már ki azt a nyomorult pontot, bence! Hát ez ennyire betartja azért a nyitási dolgot. Na, nyisd ki a boltot, nyisd ki, figyelj! Mindjárt. Rángatom itt a izét a kellincsen. Nyisd ki boltot! Na hát egyébként a magnó, meg azt se tudom, hol vannak a cuccaim, gyerekek. Majd a számítógépre lehet el kéne nézni, hogy összeszedni a dolgaivat, mert ott ugye föl lehet lelni azokat a dolgokat, amit elvileg elvesztesz és elbugol. Azt így beszórja a szeméttelepre, van egy szeméttelep a játékba. Meg azt hiszem, hogy van repülő is van a játékban, vagy ez hülyeség? Valaki mintha írta volna, de lehet, hogy ez hülyeség. Te figyelj, még nincs írva! 9 órakor nyitasz, tehát tata! Mi van ma? 9 óra... 10 órakor nyit! 10 órakor nyit! Figyeljetek, mentünk egyet, meg visszatöltünk, akkor biztos pörög egy kicsit az idő. 10 órakor nyit, miért nem hülye vagyok? Á, Istenem! Na, mentsünk egyet. Megint? Meg legalább importáljuk az eréket, hogy tudjatok Gangsta Zolit hallgatni. Ezért ha akartok, akkor hallgassátok. A Gangsta Zolit valaki meg nagyon írt. Na, várja. Menjünk tovább ezerrel. Jaj, Szabi írt. Izén van, basszus. Elfelejtettem neki visszaírni, tegnap este írt, hogy megyek-e. Jó, a Szaszahöver, ami írt az előbb, azt pittyeget. Írta tegnap, hogy nem megyek találkozóra, kocsi találkozóra, veteránra. Basszus, itt van Jévidán, én hülye meg elfelejtettem. Ah, jó van, oké. Bang a gyerek. Jaj, de jó, legalább nyitva van. Adj egy sört, testvére. Veszek egy chipset is, meg egy sört. Azt legalább tudok innia. Kicsengettem. Remélem, most nem mondta sokat, jó, most nem. Bevásárló szatyor, ebből meg ígyunk. Sőt, megyünk közbe. Gyalogolunk, meg sört iszunk. Akkor arra, ugye? Hát, gyerekek. Föl van arra, megír a lecke. Jó, benyomunk egy-két sört. Micsoda tetoválásunk van, én ezt nem is láttam eddig, gyerekek. De miért nincs kint egyébként, hogy hány FPS-sel megy a játék? Mert az érdekel róla. Várja, grafike. Ezzel ki kell lennie, nem? Látótér, látóhatár. Képkocka jelző. Nem van a tökömben van. Lehet, hogy pont a izé alatt. Gyerekek, egy kicsit be vagyunk állva. Ez alatt? Aha, ott van 59, jó. Tényleg akkor izé, mert videókártya cserélet azért nem megy 60 fölé. Pedig nincs bekapcsolva a V-Sync, mégis 60-on áll. Akkor ez lehet, hogy nem is mehet följebb. Jó, gyerekek. Küldjük neki, nem hagytunk-e semmit, ugye? Útközben legalább összeszedjük a dolgokat. Hát ja, jó evert minket az a csávóra, írtatottak volna valamit, hogy mit csináljak vele, mert ez így nem lesz a legnagyobb buli, hogy levernek minket, mint bakapoharat. Csapjuk neki. Muszáj. Egyébként ez a játék, ennek a játéknak, ez is stílusához hozzátartozik, vagy inkább ehhez a... Nem is stílusnak nevezném, hanem... Hogy lehet ezt kifejezni? Nem stílus, hanem a nehézséghez, meg így az egész játékmenethez, hogyha ott hagyod a kocsit, de ez ilyen tök valóság, nem ott hagyod a kocsit, valószínűleg, hogy úgy kell végiggyalogolnod még egyszer. De egyébként jöhet a nagybátyánk, megnézzük a mapot, ha már egyszer használgatjuk ezt a mapot, akkor miért ne várja? A nagybátyánk az mi az? Full random járkál? Hogy az nem mutatja a térkép és néha így feltűnik? Mert ugye azzal tudunk stoppolni. Passzer, hát gyalogolhatok így reggel. Kiraktok a börtönből ide a busz megállóba, de akkor ez mindig oda tesz ki. Nem tudom, még jó, hát házhoz is rakhatod volna. Mondjuk ez se olyan rossz. Ja, meg várjál már. Volt egy autóroncs. Azt a izével tudom bontatni? Akkor már kéne bontatni a kocsironcsot, tudjátok. És az hol volt? Mindjárt megnézem a mapot.
Az ugye beszéltük, hogy az a kocsi roncs, az valahol itt volt. Mert akkor azt el tudnám vontatni. Nem tudom, hogy el tudom-e vontatni a furgonnal. Mert akkor abból tudnánk még plusz pénzt csinálni. Egyébként nagyon jól el vagyunk keresztve, bár biztos most megjött mindenféle számla háromszor is. Tudjátok a... elég jó haladunk. Meg jó, hogy nincs stamina a játékban, én azt nagyon tudom értékelni, mert attól meg bolondulnánk, gyerekek. Hogyha még van nálam 9 cigi. Egyébként a börtön hogy működik, mert ugye sokan nem is tudták, hogy van börtön. Hát nem játszanak ilyen idiótán, mint én, gondolom. Az úgy működik a börtön, hogy konkrétan kapsz kaját. Azt hiszem, hogy hármat. Kapsz egy kenyeret, kapsz egy valami levest, meg egy másodikat. És ugye azt, hogyha értelmes vagy, akkor nem eszed meg egyből, hanem így beosztod egész napra. Meg kapsz egy pohár tejet, meg kapsz cigit is. Szóval itt túl lehet élni, csak egy kicsit kellemetlen, hogyha több napig ott kell héderezned benne a... izébe, a shitten. Szóval azt ne csináljátok, mi is figyelni fogunk rá, mert ez egy őrület. És ez konkrétan real időbe telik, megy, szóval nem tudsz azzal te mit csinálni, hogy most azon gyorsíts, mert hogyha elfáradsz, alszol, akkor... csak egy picit vagy elfáradva és alszol, akkor egy picit alszik, értitek? Szóval ez egy ilyen kellemetlen dolog tud lenni. Nem, itt volt a izé? Nem itt volt, ugye? Szerintem nem itt volt az autó roncs. Bár nem tudom, hogy lehet-e vontatni azzal, úgyhogy lehet, hogy azzal nem is tudom kivontatni. Ez itt van bőven ilyen hely. Mindjárt ott vagyunk, ám félúton vagyunk már, bocs gyerekek. De egyébként azt a shitet úgy csináltam ugye, hogy egy napig megcsináltam, és akkor utána onnan már pörgettem. Láttátok ebbe a részbe. Pontosan nem tudtam, hogy mikor raknak ki, hogy van, hogy nulla nap, este, reggel, vagy hogy működik. És azért, amikor már egy nap volt, akkor azt csináltuk, hogy időpörgetés. Nem vagyunk stresszesek, de cigi a kézbe ezerrel. Mert még itt is lehet munkát vállalni majd. Hát gyerekek, azt sem tudom, mi van már ott, fog, komolyan mondom. Még jó, hogy nem jönnek haza a muterék, érted? Arra jönnének haza, hogy a sütted ülünk. Bár ott valami duma volt, amikor hazajártam, ugye, hogy mert kiütöttek és hazavittek, ugye kiütött az órás csávó. Valami volt, hogy nagyapánk nagyon ideges ránk. Hát ez ilyen, várjál, valamit meg kéne nézni, hogy közben... traktor? De szerint nem, a traktor van ott. Mert itt kéne megjelenni, nem. A kulcsot, ja, azt írtátok, hogy a kulcsot kérjem meg nagyapámtól a szippantos kocsiért, akkor tudok azzal közlekedni, meg tudok vele dolgozni. Egyébként azt is írtátok, hogy a fa a legnagyobb üzlet, azt hiszem, hogy az hozza a legnagyobb pénzt. A szippantós az nem hoz olyan nagyot, de az ugye sokkal könnyebb, mert az csak annyit kell, hogy kiszippantod a trágyát, meg azt hiszem, meg kell vinni valahova. Azt hiszem, hogy a szippantó telepre. Szóval az egy ilyen könnyebb munka, nagyon nem fizikai jellegű. Higiéniánk az le van csappalva, gyerekek. Ez mi az a ház? Nem baj, haladunk. Nagyon gondolkoztam rajta, hogy újra kezdem és szétmondolom. Ugye vannak ilyen lademodok meg minden, de hát még a satumát se raktuk össze, de hogy már az legyen, hogy ilyen föladjuk ilyen nagyon könnyen és konkrétan így soha nem lesz összerakva az alapjármű. Bár az nagyon durva az összerakása, így tök mindennek hibátlannak kell lennie, úgyhogy azzal lehet, hogy fogok szívni. Ebben nem lehet ki rámolni valamit. Ez jó lett volna, ez mi? Szerintem itt lakik a malac ember. És itt van az a... itt van az az épület, ahol van a jármű. Ezért lehet, hogy gyorsan visszagurulok, és akkor az autószerelőben egy ponnyi van. Ez figyelj, már megint szomjas a karakterem. Hát a tököd nem robbani kell. Akkor ígyunk egyet. Közben a legyek azok itt megköpnek. Autóval nem tudom, be lehet-e törni. Mert ugye be kell törni ezt a valamit. Mert ilyen ajtó van rajta, hát kocsival neki durran. Ja, meg mondtátok, kössed be magad, hülye gyerek, azt akkor talán nem azzal, hogy instant meghalsz. Aha, itt van ide, itt van egy autó orancs. Mennyit kell inni, úristen, a mozgás az így, lehet, hogy nem a stamina fogy, hanem még egyet, azt elrakjuk. Lehet, hogy ugye nem a stamina fogy, hanem azt csinálja, hogy
Na, azt hiszem ide is értük lassan. Hanem hogy a szobjúságunk. Na, megérkeztünk? Mi van valami telek? Közben nézelődünk akkor már. Itt mi ez? Itt van valami föld. Biztos valahogy dolgozzik a gyerekek. Látod? Ki van jelölve, hogy föld. Szuti számtori, vagy valami hülyeséget kell itt csinálni. Itt, van, ja, itt voltak a izékerekek, a GT-kerekek? Gyerekek, be vagyunk rúgva. Valami autóhangot hallod? De nem. Stílfűrész hangot hallok megint. Szerintem itt voltak a GT-kerekek, de az jó, hogy a kocsikba pakoltam ki, tehát nem veszett. El kell menni haza megnézni a számlákat, meg hogy megjött-e a csomagunk, ugye a számítógép. De gondolom akkor így levonná, vagy valami, vagy hova jön a csomag? Itt voltak a GT-kerekek, ja? Viszont benn van a kocsiba, szóval nem ez gond. Rendesen hallok ilyen murajlásokat. Lehet, hogy azt itt volt, itt a valacember helye. Most annyira nem akarom megnézni, meg amúgy sem megyünk oda. Vitonta. Viszont ott ugye lehetne pénzt szerezni, lehet kártyázni vele, 21-ezni. Sőt, ugye a házát is el lehet nyerni, meg az autóját is el lehet nyerni, mondjuk az, arra az autóra azért nem nagyon vagyok kíváncsi, az egy rémálom. Gyerekek, földes úton mehetek haza. De ráadásul pont ilyen bokhátos ez az út, ugye levész róla egy kicsit, akkor már ugye visz le. Nem ám az, hogy így lenne, hogy valami horgosba mész benne. Rittig ilyen nagyon szűk, meg ilyen nagyon bakhártas. Jó van, mondjuk földes út, mi? Csak el ne üsselek még, mert akkor mindjárt rohamot kapok. Tökször már erre ugye nem jár a busz. Viszont a nagybátyánk az jár erre. Csak ez ilyen lehet, hogy ilyen halál random. Még jó, hogy nincs rali. Hát igen, fürödni nem lehet egyébként a sitter. De így akkor legalább bebizonyosodik, hogy a higiéniával konkrétan nem tudsz meghalni. Mert 40 napig ott vagy, akkor sem tudsz megfürödni. Egyébként az első nap akkor beszívtam, amikor berakott. Mert hócomjas volt a karaktere, úgyhogy az kellett, hogy bele, fölfele pisítam, aztán bele a számba. Ez igen, ez így működött. Szerintem egyébként az időben nem tudom kitörni az ajtót ezzel a sima autóval, hanem csak tattorra, úgyhogy rácsesztő. Valahol itt lesz, hát már ilyen köves részem volt fönn. Ott lakunk szembe valahol. Ja, nem valószínű, hanem amilyen szerencsém van, biztos ott van a izé. Jaj, ott van a diszkó. Bocs egyébként, hogy ennyit gyalogolási van, de hát nem tudok mit csinálni. Ez komolyan. Megvágni meg tudnám. Borzalom, gyerekek. Ez a játék egyébként, ez tényleg maga sátán csinálta bazze azért, hogy itt szívassa az ember. Biztos vagyok benne, amikor odaérek, akkor fog jönni a nagybátyánk autóval, az a golfal, vagy nem is tudom, valami póló. Régi póló, aztán nézd, akkor akar majd fölvenni minket. Tutti bazze, akkora szerencsém van egyébként, nekem minden ilyen, nem csak játékban, ilyen a valóságban is ilyen szerencsém. A múltkor elmentem, hogy van egy haver, neki még rosszabb ilyen szempontból. Mentem neki gépet szerelni, reggel 8-ra. Mondja, miért megyek reggel 8-ra? Mondom, bazze, azért, mert nálad minden összejön. Hát két napon keresztül szereltük a számítógépét, úgyhogy az első nap már meguntam, nem tudom, odajöttem olyan 2 órakor, utána másnap, még egy másik nap, megint így délután 2-ig ment a móka. Fú, de gyerekek, a telepítés, pedig aztán fél óra alatt fel lehet rakni egy Windows-t, meg össze lehet dobni egy gépet, de szívtunk vele eleget. Na gyerekek, mi van meg, mi nincs meg? Hey. Ez mindig miért ezen az oldalon van, vagy tudom. Szerintem amúgy egész jól megvannak a dolgok, nem? A rádiót az elment borért szerintem. Megint.
Várj, elnézést! A shopping bagot azt kivágom ide. És ebben igazából csak egy chips van, ugye? Hiszem, na mindegy. Meg a sört is berúgom ide. Na, hát dobd bele ezt a sört, abba az rohadt autóba. Viszont legalább GT kerekeik vannak. Nyia, irány daralágy. Megtörtént az esemény. Oké. Vezető pozíció. Gyújtás, kapcsoló. Izzítás. Izzítunk, nem tudom, hát 1000, vagy ez jó, mínusz 10 fok van. Nem tudom, hogy amúgy is kell izzítani, de hát... Na. Addig. Halleluja gyerekek, megindulási van. Hát komolyan mondom. Ez a játék. Ez, baze. Szerintem egyébként nem fogunk elmenni most azért a... Valamiért, mert fölösleges lenne. Mondjuk a disznó emberrel nem lehetnék kártyázni, csak az a baj, a másik irányba van gyerekek. Menjünk haza át, hogyha a számítógép megérkezett vagy valami, nem? Na, csapjuk neki. Egyébként a váltás lebeg a fel, azt... Jaj! Azt átrakhatnám, hát lehet kombinálni a billentyűzetet? Várjál! Nem, az ne szórakozz a kobolya! A menü... Ez meg a legnagyobb szívatás, amikor a... Ezt a... Nekem nagyon rossz helyen van ez a váltás. Ugye a B-n meg a G-n van alapban. Ugye. Ezt én átkonfigurálom, jó? Driving control. Hol a tökömben van? És én vagyok hülye? Miért nem? Nehogy azt mondta, hogy nem lehet. Nehogy azt mondta, hogy nem lehet. Aki a pecsem ez bazza, komolyan mondom. Nem látok ilyet. Hallod, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Lehet... Francesebb bele! Várjál! Ja, van, oké, jó. Ezt én... Mondjuk... Mire konfiguráljam? Erre? Meg erre. Szók... izé nincs, kézifék. A kéziféket meg átkonfiguráljuk. Erre. Ezek egyébként a... Az engeremnek a... Na, hát ez így már mindjárt jobb, nem? Végre tudok normálisan váltani, meg a kéziféket se kell állandóan kattogatnom. Szóval mondjuk régebb megcsinálta volna. Na, gyerekek, csapjuk neki. Hű, várja! Mondtátok, hogy kössebb be magam. Hűha. Jaj, lehet, hogy nem 200-nál kellene. Oké. Ez biztos jót tesz, ugye? Meg most. Oda jó, tudok váltani menet közben normálisan. Szuper! Gyerekek! Tudok rántani egy kéziféket is, ha akarok, de lehet, hogy nem kéne. És hogyha be vagyok körbe, akkor ebb halok meg. Jól értelmezem? Lehet, hogy el kéne menni a szeméttelepre, én azon gondolkoztam. De egyébként mindjárt odaérünk, de az a gyalog, odaértem majdnem. Mi bazza? Azt a rohadt életbe! Kicsit erős volt, de várja! Lehet, hogy elmegyek a szeméttelepre, komolyan gondolkozok azon. A szeméttelep, hol vagyunk? Hol? Az anyám lagába vagyunk. Ja, pont itt vagyunk, és szerintem gurulok vissza. Na, nézd, ez a kéziféket... Ez a kéziféket nem igen akar működni. Na, várjál! Álljál már meg az anyád, úristene! Mindjárt egy kicsit... Kellene gondolkodni. Itt vagyunk, és hol van a szeméttelep? Hát az marha messze van, úgyhogy ott hagyjam meg. Az milyen autó ott? Fogadjunk az a nagybátyánk, aki ottan tanyázik. Figyelj, viszont, hogyha kimennék itt, akkor tök hamar elérnék a szeméttelep föl. Tomágó, ott az alkoholista figura. Itt ki kéne menni balra, és akkor végig az úton. Az úton egész a busz megállóig, a második busz megállóig.
És ott bemennék, mi ez, repülőgép? Na hát azt bazzak, mindenképpen meg akarom nézni, amúgy is, hogy repülőgépet, ne szórakozzak. Na. Hogy, mire raktam én a kéziféket? Hogy rohagyjon meg. És most azt mondjátok, megint este lesz. Már mi van itt a játékban? Na, itt kivegyünk balra, a hosszú útra. Megint nem fogok látni semmit. Ez mi volt? A francokat menjünk haza, mert ma megint sötétedik, én úgy érzékelem. Miért sötétedik, ilyen rohadt gyorsan itt? Na jó, menjünk. Egyébként a gumikat föl tudnám húzatni, ugye? Csávó van, de ott rohadjon meg. Menjünk haza, haza akarok menni. Meg akarom nézni, számítógép hogy áll, meg ilyesmi. Figyelj, onnan tőlem meg egy a szeméttelep egy köpésre van. Úgyhogy lehet, hogy onnan fogunk menni. Ujjjaj. Azt a betyár úristeneteket. Egyébként ez nem, nagyon nem egyszerű, higgyétek el. Viszont végre bombáltás. Azt a klart. Nagyon szopás az a játék, gyerekek, komolyabb voltam, de vagy? Nem ajánlom senkinek. Akinek rosszak az idegei, az ne játszol ez a játék, mert meg fog boldulni, de komolyan. Mondjuk aztán lehet, hogy nem izével 120-ra kéne egy végig döngetnem a főres úton. Ezt akkor lehet, hogy jobb lenne. Ha meg meghalok, akkor meg igen jó lesz megint. Itt a favágó. Egyik. De ide hoztam a fát. Nem, tök nem vagyunk messze, ha odaérünk, gyerekek, ne aggódjatok. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy összeszedjük magunkat, aztán elmegyünk a szeméttelepre, megnézzük mi az, meg megnézzük mi az a repülőgép. Mi volt ez a híd, baza? Itt azt felreálltam volna, mint a Jancsiszek. Itt kell jobbra fordulni. Jaj. Jaj. De egyszerűen annyira csábít a sebesség. Ferike mondta, hogy 10.000-esbe fogad velem, hogy ha megnyerem a rallit, akkor ő nyerek, ha nem nyerem meg a rallit, akkor ő. Nem merem megkockáztatni esküzőt. Várjátok, még azt kérem megcsinálnom, állja meg. Vehicle control, a kéziféket, ezt berakni az Alpha 2-re. Oké. Okay. És akkor menet közben egy tudom rángatni. De nem rántja be. Ja, lehet, hogy menet közben nem tudod berántani, mi? Lehet, hogy azért, de nem értem, hogy miért nem rántja be. Most ráraktam és azt a gombot nyomtam és nem engedte. Mindegy, küldjük neki. Gyerekek, baza, izé. Mint a parabolika kanyar úgy veszem. Ja, 10.000-be fogadna velem, hogy megnyerem a rallit, akkor kapom. De hát, gondolom ilyen iszonyatosan nehéz lehet az. Figyelj, itt ebben a játékban vezetni nehéz. Nemhogy rallit nyerni. Na most kihúzhatom úgy. Várj, itt el kéne menni balra. Kitesszük kettőbe. Motorfék. Úgy. El az. Yeah. Kicsit túlsodródtunk. Viszont legalább megtankoltunk, meg vannak a GT-kerekek egyébként. Non progression. Haladunk, de jó, nem annyira, mint amennyire kéne. Ezek az oszlopok olyan frusztrálók, hogy rohadt közel vannak, és picit megpattansz a járművel. Ez vége a bulinak. Nagyon para egyébként ez a vezetés. Nem tudom, ti hogy élitek meg, de annyira fura az irányítás, mert nézzétek meg a kormányt, hogy így megállás nélkül korrigálnod kell, mert össze-vissza jár az úton. Hát nem véletlenül csinálom azt, hogy így jobbra-balra rángatom, mert megállás nélkül korrigálnod kell. Na, hazaértünk, jaj, de jó. De még nem, de mindjárt. Miért van ilyen árnyék? Vagy mi a szar ez? Esőre áll az idő? Vagy mi van? Gyerekek, nyíl, amit bír, annyi megyek. Hűha. De bazd, keresztbe szedem a kormányt, semmi nem történik, gyerekek. Nagyon beteg. Hát megmondtátok, hogy azt csináljam, hogyha nem akar elindulni egy pici gázokkal, mert nagyon ugrik ez a gép, de kipörögnek a kerekei. Ja, így működik, köszi. Köszi a tippeket, gyerekek!
Érjek már haza, komolyabb mondom. Rendesen izé, rendesen izgulok, hogy már haza érjek. Hely, hely. Egyébként, hogyha meghalsz, akkor ment a játék. Mármint, hogy egyszerűbb lenne kilépnem, azt újra betöltenem egy olyan állást, ahol a budiba... Várja, megnézzük a postaládát. Most kirakom üresbe és megpróbálom a kézifejéket. Várja, így. Baromira. Baromira nem csinálja szerintem. Vagy be van húzva? Nem. Nem csinálja, bazza. Nem csinálja. Izével nem csinálja. Uha. Rendőr. 70. Ja, mert kuplerájval. Befizetjük. Mi jött még? Telefontársaság. 150. Hogy kell kifizetni? Na, kifizette, jó? Mi ez? Energiaszolgáltató. 81. Hát igen. Hogy nincsen szétmodolva azzal a hülye időpörgetéssel, nem ilyen 5000-es számlák jönnek, azért az nem rossz. Mondjuk energiaszolgáltatás meg telefon, igazából a számlák azok miért is mentek volna egyszer? Ha egyszer nem voltam itt, hol értek, és itten voltam. Nya, srácok. Halleluja, hazajöttök, komolyan mondom, ennek rettenetesen tudok körülni. Mit tudom, a satumám, jaj, de jó videó, faszolra a gyerekek. Komolyan mondom. És ez hogy ott van? Álljunk meg. Hú, gyerekek! Komolyan végiggyalog voltam, sitten voltam, csodálatos minden. Hol van a izőm? Nem jött meg a csomagom? Az hogy jön meg? Számítógépen mikor jön meg? Gyerekek, mondjatok valami. Milyen munkát tudok vállalni? Szállíts halat a nagymamának. Szállíts halat a nagymamának, az édesanyja bürös. Izőjebb az, már szállítottam neki halat. Ezt komolyan mondom. Na higiénia, minden szar. Ú, mi van itt, kupleráj, tényleg bazza, nem csoda megbüntetnek, érted? Jó, húgyozunk egyet. Azt sem tudom hány óra lehet megint. Szerintem este 9, ugye? Este 9 van, hát persze este 9 van. Figyeljetek, azt kéne csinálni ebben a részben, még el kéne menni a izébe. Szeméttelepre, mert egy csomó mindenünk szerintem elveszett azt, az nem ártanom, hogyha meg lenne. Kisállok egyet. A stresszem egész jó, fáradtak vagyunk. Figyelj, alszunk egyet, jaj, de jó lesz. Na, komolyan mondom, már annak is örülök ebben a játékban, hogy alszol egyet. Ez annyira egy tök életű, mármint így az érzésre. Szerintem, ha játszol vele, akkor tök más, hogy lehet, hogy nézni. Ugye szokták mondani, kibicnek semmi se drága, tehát amikor benne vagy, akkor sokkal nagyobb szívás az egész, mert rajtad áll, hogy megdög lesz, szomjas vagy, minden is van, tudod. Igénia megvan, oké, éjség, együnk valamit, és ugye ilyenkor ezért fogok enni a romlandó árut. Oké, meg vagyunk. És akkor fáradtabb vagyunk, kéne egyet aludni, nem? Srácok. Mondtátok, hogy ha nincs szélvédő, és bogár repül a szememben, meghalok. Milyeneket mondtok, hogy milyenek történetek ebben a játékban? Mondom, mi a pöcsöm van itt? Jó, jaj, de jó reggel van. Egyébként azt kell csinálni, hogy sokat alszol. Megnézem hány óra. Nem sikerült megszerezni az órát nagyon. Ó, szerintem ez reggel 8 van, baromi jó. Na, ezt eltaláltuk. A bazze, ellopták a kocsit. Ezt a szalák, gyerekek ellopták a tütőt. Hova tűnt a tütő? Nehogy már visszavett az öreg Shatter. Dehogy nem. De várjál, ott két autó van, valami van ott. Ja nem, ott a izé van. Hova tűnt az autó? Gyerekek ellopták a kocsit. Ne mondod már, mi van már be a játékban, hallod, én már nem tudom ezt követni. Itt csak a traktor van. Ó, nem hiszem el, hogy ellopták a izénket. Visszavette az öreg, mert ugye voltam, vagy mi? Várj, akkor kopogjunk már bele, mi az anyád van? Hát mindjárt kettővágom fejszébe, hallod. Nyisd ki az ajtót, Tata! Hú, van a verda! Tudja, hogy a rendőrök miatt, hogy aztán... Hogy mi van az a kocsi, miért lopták el az autót? Hol az autóm? Várj, nézzünk egy izét. Az a izé, csónak, traktor.
Az nem az. Baza nincs meg. Elvitték. Etűnt. És most azt mondjátok, hogy este 8 van. Én komolyan mondom, ha ez aludt bazze... Figyeljétek meg, hogy este 8. Este 8 van. Miért aludt 24 órát? Gyerekek, én nem bírom ezt a játékot. Megbolondulok tőle. Lefeküdtünk bazd meg. Este 9-kor, most egy este 8-ig aludt. Hát nézzétek meg. Hát ez megszivat ez a játék olyan szinten, hogy megbolondulok. Én ezt már nem tudom követni, komolyan mondom. Hát nézd meg, megint este van. Hát aludtunk bazd, mennyit? 12 órát, vagy mennyit kellett a... Nem, 24 órát aludtunk. Itt a rádió, jaj de jó. Mert juuri ennen tarkoin laskelmoitua lounastuntia saattaa megbolondul a képer, komolyan! Hol a zseblámpa? Volt egy zseblámpa, kéne egy zseblámpa. Ezt rohadjon meg, akkor is elmegyek idejére. Hát nem hiszem, ellopják a kocsit, meg ilyenek történnek. Miért történnek ilyenek velem? Köpnek a legyek? Hát menj a front. Hol van a izé? Volt valahol elemem. Hát az elem. Bateri. Ennyi baterim van. Menjen a francba, az is hova tűnt. Lopták, vagy mi történt? Hát mindjárt falnak futok. Komolyan mondom ettől a játéktól. Hogy lett reggel? Vagy izé, este megint. Kettő darab bateri volt benne, hát ezzel nem megyünk-e búcsúba. Hogy kell ez? Mennyi kell ebbe? De megint kell egy kozol bateri, aztán cseszhetem. Elég jó magam mindjárt, bazze. Nézzük meg a izéket, a csomagokat, nincs bele bateri. Ezek nem azok. Olyan kupla rá egyébként, hogy azt el tudjátok el. Hol vannak a bateriim? Csomagoljuk ki ezeket. Mindjárt megőrülök. Ott volt egy bateri, ugye? Az. Kell bateri, mert el kell mennem idejével. Nem hiszel el, hogy megint este lett. Hát hogy a nagy édesanyám balagába abba a lödet? Ezt nem hiszem el. Komolyan mondom, én nem hiszem el ezt a játékot. Ebben meg mennyi kell? 100 bateri biztos. Kifogy mondjuk biztos hamar, mi? Ha. Tedd bele abba a rohadt idejébe, ne? Na, valamit legyen, tedd bele! Ugatnak a kutyák. Ennyi volt! Ennyi köllött. Na, most akkor... De csukd be az ajtóját, csukd be. Oké. Okay. Hú, világít! Jaj, de jó! Hogy kell kikapcsolni? Hogy kell kikapcsolni? Okay. Jó. Ezt levisszük. Hunamotorom. Megbolondul a képer, komolyabban dob. Már kezd megbolondulni, ugye? Vigyem el a izét! Tudok aludni, és jó, hol? Hol vigyem el? Motorra? Hol van a izé? 2T, eszköl, motorra, nem, hogy kifogyja nekem már, akkor meg tébolyodok. Meg fogok tébolyodni, ez nekem akkor a Rage Game ez a játék, hogy azt el tudjátok képzelni. Miért lett ez, bazza, egész végig annak örültem, hogy végre nem izé lesz meg este. Ez meg kell fölmált-e motor, vagy valami legyen veled. És miért nem veszi föl? Na, fölállt. Hát ez jó. Na, nézzük mi van itt a kupak alatt. Nem, félig van. Rakok bele, jó? És ez törti vagy nem törti? Na, itt törti. Kupakhoz kell rakni. Jó, 5 liter. 5 liter, már hány literes tankja van ennek? Van vagy 2? Jó van gyerekek, nem érdekel, elmegyek a számítógépre. Éjjel, nem éjjel. Ezt egyébként miért nem lehet valahogy megcsinálni? Hogy? Átléped azt a rohadt éjszakát. Olyan sötét van éjszaka, majd meg fogjátok látni. Megint az van. Megint éjjel ketetünk itt, basszus. Megint éjjel köketetni. Hogy addig csináljuk valamit? Komolyan mondom, hogy sírógörcsöt kapok már lassan ebből a játéktól, de tényleg ilyen nagyon brutál ki vagyok. El nem tudjátok képzelni. Na.
Ja, itt meg mondtátok, hogy ez itt nagyon nem jó, szét kell szedni vezérlést beállítani, de én itt sötétben nem fogok kecsőni, az hódzier. Meg hol van a izém? Számítógépem. Nem tudsz aludni, az a baj, hogyha nem vagy elég fáradt, úgyhogy az is egy problém tud lenni. De most tudunk aludni, de korom sötétben fogunk felébredni, már most érzem, figyeld. Nem, de. Jó, nem. Hány óra van? Most ilyenkor hány óra van? 10 óra van, ez megint... Figyelj, ez a játék arra játszik, hogy mindig sötétbe játsz. Tényleg lefeküdtük be az elizékba. Este, megint estig aludtam, megint aludtam, megint eltett egy óra, érted? Figyeljetek, azt kéne csinálnom, hogy mentek egyet, az... Á, nem fog az idő, nem fog menni az idő megfelelően. El kell menni, gyerekek. Én nem adom föl, basszus, ott rohadjon meg. Velem aztán nem cseszik ki ez a játék, komolyan mondom. Na. Merre kell menni? Kimegyünk, öreg anyánk. Azt utána itt lesz valahol, ne? Reptér. Reptér! Robog a szélbe! Haszé zsák! Ez az. Flashlight nálunk van. Bon nem lehet. Nem mentettünk, gyerekek. Menteni kell a dróna egyet. Most már mindegy, vissza nem megyek. Nyílen, gyerekek, amit bír. Nincsen appelláta, nincs tökölés. Párjál ma! Most megmutatja a kis buszt, hogy hol a kis busz. Hi! Hey! Oda nézzé! Láttad? Ott volt a kis busztok az ikonja. Na mi történik itt? Mi folyik egy gyöngyös, hogy visszaloptál? Bazen, amíg aludtam, visszakerülsz. Nem láttam, figyeltem. Hát mi történik? Mi folyik egy gyöngyös? Ott a kis busztok az ikonja. Hülye gyerek. Én ezt nem tudom felfogni, ezt a játékot. Hát te meg induljál már, meg már, ugye, vagy ezért. Komolyabb oda megbolondít. Itt van a kis busz. Indulj el! Indulj el! Jó, nem lehet ezt cipelni, eddig lehet egy cipelni, bazzá, komolyan. Na. Ezt én nem tudom felfogni, bazzá, hova tűnt a kis buszom, meg miért? Miért tűnik el? Nem trogy meg. És itt van meg az ajtós, ahogy hagytam, hát mi? Miért tüntette el az a rovat játék a kis buszomat? Nincs semmi baj, nyugodjál meg, képőr, meg vagy a velondulva egy enyhén. Nem kicsit halad egyébként. Úgy meg vagyok őrülve ettől a játék túl. Jó, ezen legalább van normális világítás. Öreg apánk szívott minket, gyerekek, keményen. De keresztbe vagy az a kocsi, komolyan, ez is a... Már nem hiszem. Na. Várj, állj. Van ötlete a Keepernek. Megint ez komoly ötlet lesz, figyelekek. Mindjárt, olyan ötletem van, beszartok. Neki tovattunk szerintem. Mi volt ez a zónás? Elvisszük a hátsó ülést. Tudunk aludni rajt, hogyha... tudunk majd aludni rajt, hogyha. Jó ötlet? Jó ötlet. Jó, de nem vagy hülye gépőr. Nem tudsz aludni. Ti mondtátok.
be azt az ajtót, testvérem. Szóval most úgy veretjük neki, mint a rally pilóták, gyerekek. Esküszöbb, figyeld! Ez nagyon beteg lesz. Hippor meg keresztbe vagy a verdben. Na! Megyünk, megyünk a személytelepre. Leszarom, hogy sötét van. Nem érdekel komolyan ez a játék. Miért csinálja azt, hogy mindig éjje van ebben a jár. Mindig éjje kell lennie. Figyeljetek, majd alszunk egyet. Fáradtak leszünk, alszunk. El kell menni öreganyánk fele jobbra. Aztán frankol. Még jó, hogy megláttam a minimapon. Különben elkönyveltem. Jó, hogy van minimap. Elkönyveltem volna, hogy izé, hogy az autó az örökre eltűnt. Ekkora egy hülyeséget. Eltünteti az autót, bezze. Az a csávó szerintem meg egy kompos. Ott aki járkál a vizem. Most is mutatja a minimap. De ugye azt szerintem nem lehet megszerezni azt az autót. Lilán mutatja azokat a kocsikat, amiket lehet vezetni konkrétan. És mire jó a repülő? Na hát azt is kíváncsi vagyok. Most nem megyünk oda. Figyelj, alszunk egyet majd az autóban, ahogy van. Meg elnézzük, hogy milyen cuccok nem vesztek el. Mert szerintem vesztek el cuccaim. Majdnem meghaltunk, jó van. Itt lesz a jobbos. Öreg anyánk felé. Vissza kettő, padlógáz, vissza egybe. Ó, baze! Jó, nem szabad volna egybe kapcsolni. Blokkolt egy kicsit a kerék. Na, nincsen gond. Megyünk. De most képzeljétek rallyba, mit lehetne itt szívni? Ugye buknám azt a 10.000 forintot, amit Ferikével beszéltünk. Majdnem beugrottam a csőbe, mert mindig ilyen belemegyek ilyen hülyeségekbe, aztán szerintem már utolhattam is volna a 10.000-et. Instant, ahogy elvállaltam. Öreg anyánknak elhozhatunk volna alatt, de vagyok. Júj, gyerekek. Mondjuk ugye nincs ilyenkor két. Jó, legalább befáradunk közben, vezetés közben, meg jó. De nem fárad, ilyenkor nem fárad. Ez szerintem szándékosan ilyen megvan izélve, megvan. Le van scriptelve, érted, hogy éjjel nem fáradsz, érted, nulla fáradtság, nem megy fölfele. Nappa bazza, ott gyalogoltunk, biztos mondjuk a gyaloglás miatt. Ott meg úgy ment, gyerekek, kenjük ám azt a... Figyelj, lehet, hogy a rallyban jók lennénk, mert azért ezzel is tök lehet kenni. Azt a... Valahol itt lesz a röptér. Nem lesz messze. Itt a reptér, gyerekek, meg is érkeztünk. És amellett van, a repteret mindenképp meg akarom nézni, hogy mi van itt. Ülj, te fiú. Ugye amikor korom sötét van, akkor alszol egyet, azért hamar bírrad. Csak hogy nem fél óra telne el, akkora hülyeség, érted. Éjszaka lefekszel aludni, akkor legyen egy olyan opció, hogy kiválasztatod, hogy meddig alszol. Na, elvileg itt a reptér mellett vagyunk most. Figyelj, itt balra van a reptér, de hol lehet bemenni? Na mindegy, megyünk tovább. Itt van a személytelep is. Ó, van, oké, erre akartam bedni egyébként. Gondoltam rá, hogy erre megyek. Várjál, megnézzük a mapon, jó? Mert itt vannak bajok. Hát ez minden kellett ide bejönni? Még tovább kell volna mennem, és ott van a személytelep, látod? Na, hát akkor ez jó lesz. Valahogy vissza kéne fordulni. Megint korom bak sötétben itt kell ideni, el kell csőni, hallod? Ez valaki tudja úgy játszani ezt a játékot? Bazza, meg keresztbe fordulunk. Valaki tudja ezt úgy játszani ezt a játékot, hogy nem bolondul meg? Komolyan. Ez... És meg ez sötét lenni, nem baj. Még jó, hogy nálunk van a izé. Hát itt kell volna jobbra mennie. Itt kéne rámenni az útra. Ja, valaki tudja ezt úgy játszani, ezt a játékot nem bolondul meg? Mert én nem. Jó, irány-darány, arra. Megyünk. Jó, egy hármasot azt elbír azért, egy ilyen 70-nel lehet trepegetni. Na, itt van a szeméttel, figyelj-e. És ezt hogy tudok oda jutni? Ájjáj. Vannak itt szakadékok.
Biztos van egy bekötő út. Nem jó felejöttem szerintem, várjál. Az a baj, nem látsz semmit, érted? Mi, hogy itt az erdőn át tudnál vágni, vagy tököm tudja. Mindegy, elmegyünk a reptérig, mert az meg itt lesz mindjárt. És onnan már biztos, hogy vissza lehet fordulni. Inkább nem megyek be az erdőbe itt, mert akkor annak nem, abban nem lesz jó. Ú, gyerekek, ez a My Summer Car, ez My, nem is tudom, minek nevezném inkább. My pokol. My Summer Hell. Na, itt még valami van, figyeld. Jobb óra az. Az mi? Málna szedőhely. Ja. Jó, háromba szépen ecsurgunk. Ott meg a busz megálló. Aha. És az a baj, hogy nem tudok átmenni itt balra szerintem, mert itt ilyen erdős rész van. Az mi? Itt lehet málnát szedni, jó? Figyelj, el kell menni ott, azt tudtuk visszafordulni. Mindjárt, ó, keresztöződés. Megnézzük, mi az a repülőtér. Nem akarok kisodródni, nem akarok meghalni! Életbe, ebbe... Időjébe, főles utas... Akármibe bazza. Na jó, végre itt vagyunk. Itt balra, e? Isten... Balra elvileg vissza kell fordulni. Megint ezt sötétbe el kell csölünk, öcsönöm. Mi az? Aszfaltos út vezet a reptérre, de jó. Jaj, de jó nekem. Találkozni nem találkozunk senkivel, remélem. Na, mi van itt a reptére? Mire jó ez? Why? Why van itt? És akkor itt nyomunk egy balost. Na, kérdük itt át lehet menni. És miért jó az a reptér? Appá, mi van? Fogadjunk, gyorsulási versenyek vannak itt, ugye? Mi van, akkor... Ha? Gyerekek, nem lehet izélni? Gyorsulni? Fáradtság kezd alakulni, de majd akkor akarok. De szerintem itt nem lett lószart csicsirád, ezt gondolom, ez is van valamikor. Új, de ide jobban kijönnék, mint a rallira. Na itt azért talán nem halok meg instant. Na, viszont... Mehetünk akkor innen. Szemittelepre. Ugye ránézek a... Aha, itt balra, átmegyünk. Aztán jó lesz nekünk. Tuti, meghalok valamitől, biztos, hogy meghalok. Ott meg villámlott te, villámlik ott a távolba. Micsoda, időjárás effektek, gyerekek. Párszor, megint a korom sötétbe kell lekecselni. Majd megpróbálunk aludni egyet, elvileg itt lesz egy bekötő út. Fogalmat sincs, hány óra, vagy mi történik. És ezt mi itt? Át kell kórésznom az egészet? Az meg igen jó lenne. Várjátok, szerintem alszok egyet, figyelj. Nem tökül részek itt. Áll meg, kézifék. Fogalmat sincs valaki kézifék, tök jó. Mindjárt beállok olyan helyre, ahol nem gurul el verda. Ja. Ez egy csodálatos dolog egyébként a játékban, hogy ez ilyen. Na de jó! Így belső világításunk is. Jaj! Csoda jó! Nem tudok kiszállni. Kutyák ugatnak. Meg még harapjon meg egy kutya. Az úgy olyan csodálatos élmény lesz. Na. Most akkor arra gondoltok, nem látsz semmit, Keeper. Ah, jó. Aja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 j. Figyelj, megint korom sötétben ébredők. Etett 5 perc, érted? Játék megcsinálta, tudti, biztos vagyok benne, ennyi volt, érted? Tök ugyanod vagy, nem tudom, azt sem tudod, hogy... Ja, de jó, nyírva van az ajtó, akkor van világítás, úgyhogy addig kell egy tekecsőgetni. Egyébként szerintem így a... Játéknak. Na nem tudom hány százalékában rage-elek, ugye? Ugye 80 százalékában.
Az egy borzalmasan jó dolog lesz, hogyha itt így megakadok. Csodálatos, ez egy... Látom már előre a sorsovat. Gyerekek. Valaki küldjön segítséget, itt halunk meg. És izét, és nyugtatót, rengeteg nyugtatót, küldjön valaki rengeteg nyugtatót. Sötétebb van, mint volt, bazze. A szeme álljon meg annak, aki csinálja ezt a játékot. Már megyünk erre. Mi van ott egy bódé, bazza? Mi van ott? Na, mi van itt, gyerekek? Azt mondjátok, hogy az a nagy területet meg kell keresnem, amit elhagytam. Mert akkor tényleg szívrohamot kapok. Hogy beállunk, körülnézünk. Ez egy WC? Hú, lehet, hogy lehet menteni. Mondjuk az egy jó dolog lenne. Mi lenne kizárva? Aha, itt lehet aludni, meg menteni is. Figyeljetek, én mentek egyet, aztán akkor megy az idő. Ó, várja a cuccom, mi van a hát... Valami van a hátizsákomba. Ez majdnem elveszett örökre. Hú, az anyád úristenet, aki kitalálta ezt a játékot, meg megcsinálta, az nem volt egy evilági ember, az biztos, bazza, az démon volt. Gyerekek, aki ezt a játékot csinálta, az tényleg egy démon volt. Na nézzük. Meg mindig korom sötétben? Aj, de jó, hajnalodik, kiugrom az ágyból. Jó van. Ma valamivel jobb a helyzet. Reggeledik. Ezt még... Jaj. Hogy kö? Be kell kapcsolni. Tudom, nem látni. És tényleg? Legalább mentettük, és itt hol kell megkerestem az elveszett cuccaiot? Azt mondja meg már valaki. Mondtátok, hogy ide kerülek. Az ott mi? Réjjük mindjárt. Nem nézzel el, nem lehet pörgetni ebbe a játékba az időt? Az a legnagyobb rémálom. De jó, végre... Szomgyús vagyok. Jó, nem hoztam piát, mi? Na, itt fogunk megdögleni, gyerekek. Jó van? Ellopták a furgont. Fogalmas is, mit kell, hol kell keresni. Teljesen random dolgok történnek. Kén, gyerekek. Kénlódás. És hol kell keresni? Hova tűni? Hova kerülnek az elveszett dolgok? Mert mondtátok, hogy az elveszett dolgok azok ide kerülnek. De hova? Azt nem mondjátok, ezt az egész rohadt kócerájt át kell kutatnom. Mert akkor tényleg ilyen... Én itt itt ered vágok. Meg ott van egy ilyen... Figyelj, van egy világítás. Ott egy lámpaoszlop. Miért is működne? Miért is működne? Ugye nem merült ki az autóblak a laksia közben. Miért nem működik ez a lámpa? Ez még miért kapcsolt le? Ne kapcsoljál le. Úgy gyerekek, szerintem ezt egy előre feladom. Aztán innen folytatás következik. Hát ez van. Rendesen idő. Én meg vagyok frusztrálódva. Tedd be azt az ajtót, úristen!
Jó, gyerekek, itt folytatjuk. Írjátok meg, hogy ha elveszett cuccaim, hol az anyám balagába fogom én itt megtalálni? Mert én aztán itt nem látok semmit. Na, köszi szépen a figyelmet, innen folytatjuk. Fú, küldjetek nyugtatót, sziasztok!